Ha szocialista lenne a magyar kormányfő, akkor máshogy állna hozzá a média és az Európai Unió is. Ezekkel a szavakkal ismeri el a Soros Alapítvány egykori igazgatója, hogy a Magyarországot ért bírálatok mögött valójában politikai elfogultság van. Az Andrej Noszkóval készült beszélgetésből a Magyar Nemzet jelentetett meg újabb részleteket. Ebből kiderül, hogy a balliberális elit mindent megtesz egy ország lejáratására, ha nem a nekik kedves politikai erő kormányozott. A balliberális elitbe politikusok, újságírók, NGO-k és véleményformálók egyaránt beletartoznak. A volt Soros alapítványi vezér például úgy fogalmaz, hogy egyszerű realitása a médiában zömében balliberális emberek dolgoznak. Megdöbbentő az is, amikor az egykori Soros alkalmazotta magyar médiatörvényt ért kritikákról rántja le a leplet. Jó szórakoztam, elég pervers szokás volt, már elnézést, amikor a magyar médiaszabadságot Mónika Benová, szlovák szocialista EP képviselő bírálta, aki a magyarnál egy sokkal korlátozóbb törvényt szavazott meg a saját hazájában. Benovának tehát volt képe azt a médiatörvényt kritizálni, amely fele annyira sem volt olyan korlátozó, mint amelyet a saját pártja otthon, Szlovákiában megszavazott.